Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, vagy ha először vagytok itt, akkor sziasztok, én Markó Rebek vagyok, és végre elérkeztünk ahhoz a videóhoz, amit hónapok óta várok, hogy elkészíthessek nektek. Szeretném elmondani, hogy ez nem az utolsó stúdiótúr lesz, ugyanis jelenleg még elég félkész állapotban van az én szobám, Bence része is, de az én szobámban nagyon sok változás lesz még. Viszont mivel folyamatosan látjátok a háttereimben, nagyon sokan érdeklődtök is, hogy mi újság vele, és én is örülök neki, hogy egy ennyivel nagyobb szobába át tudtam költözni, így szeretném megmutatni jelen állapotában is. Mielőtt belekezdenénk az egész stúdió túrba, ha nem látta volna valaki az előző vlogomat, van egy második csatornám, ahova csak vlogokat készítek. Tegnap meséltem el nektek, hogy voltam nyirokmasszázson, úgyhogy ha valaki ezt meglátja mozgás közben valahol, akkor tudjátok, hogy a nyirokmasszázsnak volt egy kis hatása, és a karomon pár helyen foltos vagyok, úgyhogy ezt szerettem volna tisztázni kezdés előtt. A vlog csatornámon nagyon sok részletet láthattatok már a stúdióból, de szeretném itt is rendesen megmutatni, úgyhogy menjünk le a bejárati ajtóhoz, és kezdjünk onnan. Innen a lépcsőről mutatom meg nektek, hogy itt van a bejárati ajtónk, és kint jelenleg hatalmas munkálatok zajlanak, ugyanis pont a szomszédunkban van egy hasonló lakás, azt újítják fel, úgyhogy ha fúrást hallatok, az is azért van. Ezt a részt megpróbálom óvatosan megmutatni, ugyanis tele vagyunk még szeméttel, ahogy látjátok, egy kis szőnyegtisztító, edzőskötél, stb. De a lényeg az, hogy itt, amit mutattam nektek, van egy hatalmas tolóajtó, kettő tolóajtó egészen pontosan, igaz ez négy, de kettő tolóajtó ott van, ami mögött rengeteg helyünk lesz pakolni, és ezt majd később fogom nektek mutatni, de az összes állvány és minden műszaki olyan dolog, ami nem feltétlen mindennapi használat, azok ide fognak bekerülni, illetve olyan videókhoz tartozó kiegészítők, vagy esetleg következő videókhoz tartozó dolgok, amikre nincsen minden nap szükség, azokat itt nagyon jól tudjuk tárolni. A másik dolog pedig, amint ti most vagytok, az egy falra szerelt kis kabáttartó, két polca, cipőtartóval, úgyhogy egy egészen formális kis bejárati részünk, előszobánk van itt lent. Le is veszlek innen titeket, és induljunk el. A következő rész az ugye a lépcső, amit ha valaki nézte a költözős videónkat, ha nem, akkor itt tudjátok megnézni. Ezen a lépcsőn, ami jelenleg még nagyon koszos, Bencével ketten hordtunk fel mindent, amit láttok majd a stúdióban. Mivel folyamatosan pakolás van még, így nem volt teljesen felmosva és felporszívózva, portörölve, de ez is a szépsége a költözésnek, ugye? Ugye? Ahogy a lépcsőről feljövünk, egészen jobbra fordulva van a WC, amit nyilván nem kell megmutatni, mindenki el tudja képzelni, illetve van a fürdő. Ide kipakoltam pár olyan dolgot, ami esetleg kellhet, nem biztos, hogy kelleni fog, de itt jó helyen vannak. Egy kagyló, porszívó feltörlő. Itt vannak azok a ruhák, amik eladásra és vagy adományozásra fognak kerülni. Erről nem sokára beszélni fogok nektek, mert Pócsi Petrával kitaláltunk egy nagyon király dolgot, szerintem, de erről majd később. És egy tusoló. Szerintem a fürdőből ennyi elég, menjünk tovább, mert nagyon szeretném már megmutatni nektek az én szobámat. De előtte még, ahogy jobbra fordulunk, láthatjátok Bence bicikliét, ami hosszú sztori, hogy miért van itt. Illetve láthatjátok, hogy itt is megy a főzőcske, de azért csak visszafogottan. Itt van a konyha, ami egyébként egy nagyon szép, modern, ugyanúgy felújított, mint a ház lakás többi része. Itt van egy kamránk, aminek nagyon-nagyon örültem. Ugyanis sajnos nekünk otthon szobaszerűen, mint itt, nincsen kamránk, úgyhogy ide fogok hordani pár dolgot, amit tárolni kell. Ez Bence nagyjából elmondta már neki, itt lesz a podcast része, erről nem szeretnék túl sokat beszélni, ezt majd ő elmondja nektek. De a lényeg az, hogy ez itt a Bence része, van egy kis térelválasztója, van erkélyünk, aminek nagyon örülök egyébként, mert kezd olyan idő lenni, hogy egy-egy kávéra nagyon király lenne kiülni. Van teraszunk is.
képzeljétek el, van egy erkélyünk, meg teraszunk is, egészen fancy a kiülős rész felszereltségünk. Bence gaming setupja és streamer setupja, erről se fogok nektek túl sokat beszélni. És úgy, hogy a táblája ne látszódjon, van egy komódja. Ezután pedig elérkeztünk a kérdéses részhez, kettő ajtó. És igazából kérdezhetnétek teljesen jogosan, hogy melyik az én ajtóm, és az lenne rá a válaszom, hogy mindkettő az én ajtóm. Igen. Ugyanis ez egy rendes lakásnak volt tervezve, és eredetileg az egy nagy szoba helyett kettőt szerettek volna, viszont megkérdezték tőlem is költözés előtt, hogy szeretném, hogy két szoba legyen belőle, vagy hagyjuk egybe, és mondtam, hogy ha tényleg van ilyen lehetőség, akkor nagyon szeretném egyben elfoglalni a helyet. Úgyhogy gyertek is be velem. És itt is lennénk, ez az én kis birodalmam. Honnan kezdjem? Ha rápillantotok az asztalomra, akkor először is észreveszitek, hogy rendetlenség van. Ugyanis dolgoztam, és tegnap nem volt már kedvem elpakolni. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy teljes valójában mutatom meg nektek a helyzetet. A ringlightomnak még nincsen igazi helye, és a P. Louis-os tumbler a kameratartom jelenleg. Telefonomat pedig tükörre ragasztva szoktam megtartatni. De a lényeg az, hogy mostantól, ha nagy csatornás videót néztek, akkor tudjátok, hogy innen készülnek azok a videók. Összeraktam egyébként a széket, amit fél éve rendeltem Amazonról, és ez az a bizonyos szék, aminek nagyon sok ember szerint elhajlítottam a lábát ezen a képen, viszont sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ennek alapból hajlított lába van, úgyhogy még mindig nem vagyok Jelly. Nem tudom, hogy érdekel-e titeket, de gyorsan megmutatom, hogy hogy néznek ki a fiókok, ugyanis egy csomót pakoltam, nagyon sokat rendszereztem, és megpróbáltam egy kicsit úgy alakítani, hogy sminkes videók közben még kényelmesebb legyen a folyamat, és még egyszerűbben, még gyorsabban tudjon menni az egész. Ez itt a körmös részleg, amit a régi Studio Tourban megmutattam, ez ugyanúgy van azóta is érintetlenül. Ha ide becsütsenek, akkor bal kéz felől első fiókban láthatjátok minden hajas dolgomat. Nem kezdem el magyarázni, hogy mi hol van. Ha szeretnétek, akkor állítsátok meg a videót, nézegessétek meg jobban, hogy mik vannak itt, mik nincsenek. Folyamatosan bővül minden, és lehet, hogy még alakulnak is a rendszerezések, de jelenleg itt tartunk. Második fiókban látjátok, inkább más sminkek vannak. Rengeteg ilyen kis elosztó cuccot vettem, és megpróbáltam egészen tematikusan elrendezni mindent, és minél logikusabban, egyszerűbben talán. Ennek örülök az egyik legjobban, hogy végre a rúzsaimat úgy tudtam külön választani, hogy ténylegesen minden külön van. Ezután van egy egészen káosz fiók. Ahogy látjátok, ebben vegyül minden. És ez már egy kicsit ilyen kupisabb. És a legvégére van egy biztonsági fiók, mondjuk így, ebben is ugyanaz van, amit gondoltok. És nyilván bimbó tapasz, mert arra szükség van. Másik oldalon pedig van egy dedikált pillás fiókom, aminek nagyon örülök, mert mindig elhagyok minden pillát, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a fél pár pillás kis tartódobozom. Ezután itt vannak a kis szerelmeim, amivel nem sokára csinálok nektek megint egy kicsit extrább sminkes videót, és megpróbálok rekreálni egy P. Louis make-up lookot. Megpróbálom, nem mondom, hogy sikerülni fog, de megpróbálom. Minden púder és egyébként egy nagyon kevés folyékony termék is, ami arcra van, az ide került. Az alapozóimnak is végre jutott egy teljes külön fiók, szét tudtam választani a rendes matt alapozókat, vagy legalábbis nagyon erős fedésűeket, illetve a tinteket és a primereket. És végül, de nem utolsó sorban, ezen az oldalon is, úristen, de koszos. Ezeket ki kellene mosni. Vannak törlőkendők, itt van az összes
fésztépem és a kis csere a szempillagöndörítőbe. Hegyezők, stb. Hajvasalom itt van, ami napközben általában be van dugva és töltődik, ha szükséges, ha nem, akkor látjátok, csak így chillin. Egy gyertya, ami IKEA-s, és akármikor IKEA-ba vagyok, veszek gyertyát, pedig tudom, hogy nincsen igazán illatuk. Az ecsetek kicsit hiányosak, mert össze van pakolva jelenleg a kis utazó szettem, mert délután megyek sminkelni. És igen, annyi helyem lett ezzel a plusz 9 vagy 10 fiókkal, azt hiszem 10, hogy tudtam csinálni egy külön ékszeres fiókot. Tudjátok, hogy nem vagyok nagyon ékszeres, de igyekszem egy kicsit felturbózni a képességeimet, és ahogy látjátok, otthon megtaláltam régi aranytetkókat. Emlékeztek ezekre? Mekkora divat volt ez régen. Nem tudtam kidobni őket. Van még üres fiókom is, aminek nagyon örülök. Látjátok, ezek is olyan fiókok, hogy alig van benne valami. Erről a költözős videóban szerintem beszéltem. Ez volt az első sminkes palettám. Amikor másodjára voltunk Dubajban, akkor már azt hiszem, hogy 13 éves voltam talán, és akkor kaptam nagymamától, csak csillogó színek vannak benne, és nagyon régi. Ki tudjátok számolni, hogy milyen régi, viszont olyan szentimentális értéke van, hogy sose fogom kidobni. Ezután pedig jönnek a paletták. Ez, ha mindegyik palettám benne van, akkor pont így élére állítva van minden, és tök szépen fér el. Ezután jönnek az apróságok, ami egyébként egészen rendszerezve van, ha nem is úgy látszik, és a nagy paletták. Kicsit márkásabb paletták, illetve ami tényleg annyival nagyobb, hogy nem fér be ezekbe a pici fiókokba. Egyéb félreeső dolgok. PR csomag, amit még mindig nem bontottam ki, és az összes hajsütővasam, hajszárító, stb. Stb. Ezután, ha elindulunk a másik irányba, akkor látjátok ezt a tátongó lyukat, amit szerintem mondtam már nektek, hogy ide egy kanapé fog érkezni, ami csodálatos, és alig várom, hogy megvegyem. Elképesztően fog kinézni, és úristen, nem mondom el, hogy milyen lesz, de tökéletes. Ez az állvány egyedül a Bencével közös videó miatt van itt, feje ott van, ő meg ott árválkodik. És látjátok, hogy van egy második asztalom is, ami azért van, mert ez az asztal az, ahol videókat szoktam vágni, az pedig a sminkes asztal. Szeretném egy kicsit külön választani a dolgokat, és ahogy látjátok, itt egy térdeplő székem van, ugyanis sokkal kényelmesebb ezen órákon keresztül ülni, mint egy sima széken. És hogyha megnézitek, akkor itt van minden írószeres dolog, meg egy kevés színes szeruza a színezőimhez. És itt van egy kis meglepetés fiók, ami a varrós fiókom, ugyanis lehet, hogy lemaradtatok róla, de elkezdtem varni. Ahogy beruházok arra a gépre, amit szeretnék, és amivel tényleg olyan dolgokat tudnék varni, amit szeretnék. Azonnal fogok csinálni videót, és aztán meglátjuk, hogy érdekel-e valakit. Egy nagyon csinos fiatalember is itt van az asztalon. Emlékeztek, amikor a parókával összefestettem? Az asztalt újra kell még festeni. És itt van egy kis tábla, hát ha felírnék olyan dolgokat, amiket elfelejtek, és nem felejteném el őket. Megérkezett Bence, úgyhogy ha a háttérben hangokat hallotok, akkor az tőle jön. Elérkeztünk ahhoz a részhez, amit láthattatok már videóban, ugyanis ez a videónk ennél a háttérnél készült. Hi! Mit van? Diétás. Diétás. Ez ilyen salátás, paradicsomos. Sajtorta. Szóval, itt, ahogy látjátok, van kettő darab szekrényem, ami alapvetően dekoráció miatt nagyon fontos. Látjátok, csak ez a rész van berendezve tényleg a háttér kedvéért. Van egy tetőablakom, amire ráesett ez a gyönyörű eső, és még nem egészen találtam ki, hogy hogy lehetne letakarítani. Gyönyörű egyébként, nagyon szép. Ja, ezt is megkérdezték, hogy szeretném-e, hogy megcsinálják, mielőtt beköltözünk. Én megmondtam, hogy persze, hogy szeretném. De ez nagyon kell. És ezekben a
szekrényekben direkt polcos rendszer van. Ahogy látjátok, ott vannak azok a ruhák, amiket a felpróbálós videókhoz rendeltem. Nem sokára megcsinálom azokat is. Itt vannak cuccok, baba fej, látjátok, itt vannak a parókáim szépen elrakva, ott technikai cuccok vannak. Ezen az oldalt pedig egy csomó-csomó krém, van, ami PR, van, amit még otthonról hoztam, stb. Ahogy látjátok, van még egy-kettő Color Reveal Barbie-m, úgyhogy ha szeretnétek, akkor még olyan videót is tudunk csinálni. Itt vannak a könyveim, amik eddig otthon voltak, viszont szerettem volna áthozni őket, mert itt jobb helyük lesz. Elég széles a választék, ha megnézitek. Tényleg mindent lehet itt találni. És ezután pedig van egy kis fodrászos fiók, ami jelenleg kicsit csapzott és hiányos, mert haza kellett vinnem pár cuccot, és nem pakoltam még ki abból a szatyorból. Ezután az utolsó berendezett, nagyjából berendezett rész következik, egy könyvespolc, ahova megint csak áthoztam otthonról minden könyvet. A cipőm itt van, ugyanis lehet, hogy Bence sztoriába láttátok, de még nyújtanom kell, mert még mindig nem kényelmes annyira, hogy másfél óránál tovább hordjam, ami azért elég rövid idő. Ott van a maradék pár könyv, és itt egy hatalmas kupit láthattok, egy kis baba varrógéppel, és egy kis töltőanyaggal. A lényeg annyi, hogy ezeket még ki kell pakolni, ebbe vannak olyan ruhák, amiket itt szoktam videózáshoz felvenni, hogyha éppen kell, és van még itt kettő polt, amit még az előző stúdióba szerettem volna feltenni, és nem vagyok benne biztos, hogy itt lesz helye. És ide mögém már ki van találva az a polcrendszer, amit fel szeretnék tenni. Teljes mértékben csak és kizárólag esztétikai szempontokat figyelembe véve, ugyanis ez a rész lesz az, ami állandóan látszódni fog a háttereimben, és szeretném, hogyha szépen nézne ki. Sajnos ez a radiátor pont oda esik bele, de szerintem kiküszöbölhető lesz. Úgyhogy, hát így nézünk ki. Ez a fal, mondom, az, amivel még valamit kezdenem kell, és nem tudom, hogy mennyire lesz üres a kanapé feletti rész, lehet, hogy majd azt is kiegészítem valahogy. És a terv utolsó része igazából annyi, hogy a kanapé alá elé szeretnék egy egészen nagy szőnyeget, és egy kis dohányzóasztalt. És ezzel igazából a végére is értünk az én szobámnak és a stúdiótúromnak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Én már most teljesen szerelmes vagyok belé. El sem merem képzelni, hogy mennyire jól fog kinézni, hogyha be lesz rendezve. Nem tudom, mennyire figyeltétek, de egyébként így elszórva van egy csomó gyertya, kis dísztárgyak, amiknek megvan már a helye, ugyanis a polcrendszerre szeretnék feltenni nagyon sok mindent, képkereteket, gyertyát, illatosítót. A fejemben megvan, hogy hogy szeretném, hogy kinézzen, és egy csomó mindent már meg is vettem hozzá, viszont maga a polc még nincsen meg, úgyhogy így elég nehéz felhasználni őket. De igen, alakul, szerintem nagyon szép lesz, hogyha bármilyen ötletetek van egyébként, hogy mit tudnátok elképzelni egyes helyekre, akkor azokat várom szeretettel, és várom a véleményeteket, hogy mit szóltok az egészhez. Remélem, hogy tetszeni fog. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, és ha tetszett a videó, vagy tetszik a szoba, akkor dobjatok nekem egy lájkot, és mutassátok ki, egy kicsit simogassuk az algoritmus egóját is. Holnapi nap érkezek nektek vloggal a másik csatornára, úgyhogy ha nem vagytok rám feliratkozva ott, akkor ezt pótoljátok be, ugyanis a mai napon megyünk Fehérvárra, Gábornak az előadására, visszük Olit Star fellépőnek, egészen megható. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk, sziasztok!